Elfogták a rablót a rendőrök. Térítésmentes hasi ultrahangvizsgálatra van lehetőség Ózdon. Ingyen tanulhatnak úszni a nagycsoportos gyerekek. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Lefogta, bántalmazta és elvette mobiltelefonját egy fiatal lánynak a Bibó István úton egy helyi 24 éves férfi. Az Ózdi rendőrkapitányság rablás büntettel követésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a tettes ellen, ugyanis hamar kézre kerítették a gyanúsítottat. A napokban bilincs kattant a csuklóján, ma már előzetes letartóztatásban várja az ügy további folytatását. Bilincsben vezetőszáron kísérték át az Ózdi járásbíróságra rendőrség munkatársai azt a 24 éves helyi férfit, aki pár héttel ezelőtt városunkban megragadott egy fiatal nőt, és erőszakkal elvette mobiltelefonját. A gyanúsított az épület folyosóján leült az egyik padra, majd pár perc múlva, amikor megérkezett a bíró, bevonultak a tárgyalóterembe. Oda most nem mehettünk be kameránkkal. Rablás büntet elkövetésének gyanúja miatt van folyamatban eljárás az Ózdi rendőrkapitányságon egy helyi férfivel szemben, aki még augusztus 13-án a lakása előtt lefogta és bántalmazta a fiatal hölgyet, akitől mobiltelefonját elvette. Az Ózdi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának sikeres felderítését követően a férfi beazonosításra és elfogásra került. Kollégáim őrizetbe vették, majd a bíróság kezdeményezte előzetes letartóztatását. Egyelőre 30 napot határozott meg a törvény képviselője. Ennyit kell a rácsok mögött töltenie a fiatal férfinek, míg ítélet nem születik. Az eset a Bibó István úton zajlott le este 7 óra körül. Az Ózdi hölgyet minden előzmény nélkül támadta meg. Elvette a telefonját és elszaladt a helyszínről. A nyomozók az eltulajdonított készüléket is lefoglalták, és azóta már visszaadták jogos tulajdonosának. Egyébként ebben a hónapban ez már nem az első ilyen eset. A Vasvár úton egy 82 éves idős férfitől vették el erővel értékeit. Akkor egy órán belül elfogták a rendőrök a két fiatalkorú elkövetőt. A hatóság munkatársai arra kérik a lakosságot, hogyha azt tapasztalják, hogy valaki bajba kerül, azonnal tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot. Azért fontos, hogy ne vesztegessük az időt és mielőbb értesítsük őket, mert akkor az egyenruhásoknak sokkal nagyobb esélyük van rá, hogy kézre kerítsék az elkövetőt. Az Ózdi rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt egy évben minden ilyen jellegű bűncselekményre hamar fény derült, és rendszerint őrizetbe is vették a tettest vagy tetteseket. Módosult a látogatási rend az Almási Balogh Pál kórházban. A változásokkal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumának utasításait vették figyelembe. Ennek értelmében egy beteghez legfeljebb egy fő mehet be, a kiskorúakra valamivel enyhébb szabályok vonatkoznak. Védettségi igazolványjal vagy pedig 48 órán belüli negatív PCR-teszttel kell rendelkeznie az érdeklődőknek. Az intézményben a textilmaszk nem megengedett, csak három rétegű sebészeti, FFP2 vagy FFP3 típus viselése lehetséges. A kórház portáján továbbra is ellenőrzik az igazolványokat, megmérik a testhőmérsékletet és kézfertőtlenítés is történik. A járó betegek az udvaron és a kertben is találkozhatnak szeretteikkel. A csomagokat továbbra is a megszokottak szerint lehet bejuttatni az ellátottaknak. Látogatni hétköznap délután 3-tól 5 óráig, munkaszüneti napokon pedig délelőtt 11 és dél között, valamint délután 3 és 5 óra között lehet. Térítésmentes hasi ultrahangvizsgálatra kérhetnek időpontot városunk lakói. A szolgáltatást külső vállalkozók végzik, akik minden héten kedden várják az előzetesen bejelentkezett érdeklődőket. A mai első alkalomra minden időpontot lefoglaltak. A résztvevők hasznosnak találták a szűrést, és örültek, hogy választ kaphattak panaszaik kiváltó okaira. Városunkban már többször is lehetőség nyílt különböző szűréseken való részvételre. Korábban talp, valamint koronavírusos megbetegedéssel kapcsolatos vizsgálatok várták az ózdiakat. Most ingyenes has- és kismedence ultrahangra jelentkezhetnek a város lakói. A jövőben minden héten, kedden reggel 9 órától nyílik lehetősége a lakosságnak, hogy részt vegyen a szűrésen. A Miskolci Orvosi Szolgáltató Cég szakemberei
A Lehel vezérút 16 szám alatt található házi orvosi rendelőben várják az érdeklődőket. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét elindulhatott az ingyenes ultrahangvizsgálat Ózdon. A hasi ultrahang szűrést annyian kívánják igénybe venni, hogy most már ezen a lehetőségen is októberig tart az előjegyzés. Gondolhatjuk, hogy akkor az állami egészségügybe mennyivel nehezebb sorra kerülni, de bízunk benne, hogy nagyon sok embernek tudunk segíteni azzal, hogy ezt a lehetőséget a külsős vállalkozón keresztül biztosítjuk számukra. A szakértők azt kérik, hogy az ultrahangvizsgálat előtt 5-6 órával már senki ne étkezzen, de legalább fél liter vizet meg kell inni. A szűréshez telt hólyag szükséges, ezért a vizsgálat előtt 2-3 órát várni kell, hogy a felvételen biztosan kirajzolódjon az eredmény. Ez egyébként semmilyen fájdalommal nem jár. Az egész egy pár perces folyamat, ami során alaposan átvizsgálják a hasi területet. A szűrésre rengetegen érkeztek ez alkalommal is. Jobb oldali hasi problémák miatt jöttem erre az ultrahangra. Én nekem nagyon sokat segített a vizsgálat, mert tudom, hogy van egy polipom, úgyhogy ezzel sajnos együtt kell élnem, de természetesen kontrollokra el fogok járni. A vizsgálat már most nagyon népszerű. A legkorábbi időpont is szeptember 28-ára kapható. A részvétel előzetes, telefonos bejelentkezéshez kötött. Időpontot kérni a 3694-5388-as mobil számon lehet. Az eredményeket egyébként azonnal megtudják a betegek. A leletet közvetlenül a szűrés után készhez kapják. Jelentős üzemanyagáremelkedéssel kezdődik az ősz. Szeptember 1-én szerdán a benzin és a gázolaj átlagára is magasabb lesz. A benzin átlagára 7 forinttal kerül többe, a gázolajat pedig bruttó 8 forinttal magasabb áron tankolhatjuk. Így az országos átlagárak a benzin esetében 445 forint körül alakulnak, a dízelesek pedig 443 forintért tankolhatnak. Ózdon a 95-ös literét átlagosan 445 forintért, míg a gázolajét 444 forintért adják holnaptól. A tapasztalat azt mutatja, hogy városunkon belül is eltérő árakra kell készülnünk, ezért érdemes átgondolni, hogy a töltőállomások közül melyiket választjuk. Még van lehetőség jelentkezni az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába, így az intézmény a pótfelvételiket szeptember 2-án és 3-án délután 2 és 5 óra között szervezi meg. De a jövő hét folyamán is várják még az érdeklődőket, akik számára a zene mellett a dráma, a képzőművészet, a néptánc és társas tánc tanszakok is elérhetőek. A szeptemberi tanévkezdés közelettével az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola által kínált különféle tanszakok is elérhetőek a fiatalok számára. Az intézmény évtizedek óta tölt be meghatározó szerepet városunk életében, így a felnövekvő generáció zenei nevelésében. A 2018-2019-es tanévtől önállóan működő iskola falain belül a fiatalok a zene mellett a tánc, a képző és iparművészet, illetve a színjátszás tanszakok közül is választhatnak. Csütörtökön és pénteken szervezzük meg a pótfelvételit 2 és 5 óra között, illetve még a jövő hét első felében is várjuk azokat, akik érdeklődnének, de ezen a két napon nem tudnak eljönni, tehát 2 és 5 óra között általában a jövő héten is várunk mindenkit, aki szeretne jönni. A táncon belül néptánc és társas tánc tanszakokra jelentkezhetnek a fiatalok. Az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában évvégén 374 fő folytatott tanulmányokat. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy ennek a létszámnak a nagy része már visszairatkozott az intézménybe. A gyárúton található épületben a napokban egyébként felújítási, karbantartási munkálatok is zajlanak. Az emeleti ablakok ugyanis olyan állapotba kerültek, amelyek miatt balesetveszélyessé váltak, hiszen az időjárás viszontagságainak ezek vannak leginkább kitéve. Ennek következtében az ablakkeretek szerkezete, továbbá az üvegtáblákat rögzítő gittelés is több helyen kiperget már. Az ablakok felújításának munkálatai már múlt hét csütörtökön elkezdődtek, és azok előreláthatólag e hét szerdáig be is fejeződnek. A tankerület által finanszírozott rekonstrukció részét képezi a belső tisztasági festés is. Így tanévkezdés előtt a mosdó, illetve a konyha helyiségei is megújulnak majd. Az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában is szeptember 1-én kezdődik a tanév. Ám a tervezés miatt az itt dolgozó pedagógusoknak látniuk kell az egyes iskolák órarendi beosztását.
így a sajátjukat jövő héten csütörtökön és pénteken állítják össze, amivel kapcsolatban a leendő diákokkal és a szülőkkel is egyeztetnek majd. Orgona hangversenyre gyűltek össze az Ózdi Evangélikus Templom gyülekezetének tagjai. A hangszeren Kassai Kitti játszott, aki családjával már hosszú évek óta a közösség tagja. Pályáját sokan végigkövették, ugyanis Tóth Melinda evangélikus lelkész indított el ezen az úton. Sorra érkeztek az Ózdi Evangélikus gyülekezet tagjai szombaton este a templomba. Közösségükben több fiatal is van, aki érdeklődik a zene iránt. Tóth Melinda evangélikus lelkész szolgálati ideje alatt, vagyis több mint 30 éve rendszeresen szervez hasonló eseményeket. Az első orgona hangversenyt Lehotva Gábor tartotta, most pedig Kassai Kitti játszott a híveknek. Az orgona 1934 óta van a gyülekezet birtokában, amit ugyan kétszer már fel kellett újítani, de a mai napig alkalmas a koncertek megtartására. Nagyon büszkék a hangszerre. Volt idő, amikor a hangszert meg kellett javítatnunk kétszer, és nagyobb összeget kellett rááldozni, nemrég is egy pár esztendővel ezelőtt, és hát ennek úgy gondoltam, hogy akkor most megint a Covid után, ami ért bennünket, adjunk egy lehetőséget, hogy hallják az emberek ezt a gyönyörű hangszert megszólaltatva, és a lelkekhez elérjen, mert ez a döntő, a zene az egy nagyon nagy ajánlás, és ha merünk ezt a zenét merjük befogadni, akkor ez úgy gondolom mindannyiunk számára sokat jelent, pláne a templomba Isten hajlékában. A résztvevők már nagyon várták a hangversenyt. Mindig örülnek, amikor ilyen alkalomra kerül sor a templomban, ugyanis szeretik hallani az orgonát. Ezt az élményt fokozza, hogy Kittit már kislánykora óta ismerik, és végig kísérték fejlődését. Nagyon ügyes, és néha egész profi módon játszik, úgyhogy, és örülök neki, hogy megszólal az orgona, mert vasárnap sajnos nem volt jó, de úgy látszik, hogy sikerült megcsinálni, úgyhogy remélem élvezni fogjuk, és még egész szép közönség is lesz a kislánynak a koncertjén. A lánynak Tóth Melinda javasolta, hogy menjen el kántorképzőbe. Kittinek annyira megtetszett, hogy folytatta zenei tanulmányait, emellett pedig kántorként is tevékenykedik az istentiszteleteken. 6 év alatt mostanra a művészet szeretete beleépült a mindennapjaiba. Zenei tanulmányai mellett nem telhet el úgy nap, hogy hobbiként ne gyakoroljon egy-egy darabot. Nekem már ilyen rutinná vált, így nem tudom elképzelni a napomat, hogy ne gyakoroljak legalább 5-6 órát. És igazából ez egyben kikapcsolódás is, hobbi szint is, de ugyanúgy szakma és komoly szinten tudom ugyanúgy üszni. Szóval nem egy ilyen kényszeres dolog, hogy most én levőjek és 6 órát gyakoroljak, nem örömmel teszem. A hívek nagy figyelemmel követték a nyárzáró koncertet. A hangverseny során több klasszikus is felcsendült, hallhatták a hívek többek között Johann Sebastian Bach, Gárdonyi Zoltán és Félix Mendelssohn darabjait is. A zenekedvelő közösség egyébként tervez még koncertet az évre, amikor ismét összegyűlhetnek. Ingyenes úszásoktatás indul városunkban. A lehetőség egy elnyert pályázatnak és városunk önkormányzatának köszönhető. A foglalkozásokon nagycsoportos gyerekek vehetnek részt, 10 térítésmentes órát biztosítanak számukra. Jelentkezni még most is lehet az óvodák tagintézmény vezetőinél. A Magyar Úszó Szövetség minden gyerek tanuljon meg úszni elnevezésű pályázatának köszönhetően nagycsoportosok térítésmentes oktatására nyílik lehetőség Ózdon. Ennek keretében a gyerekek 10 alkalommal látogathatják a sportlétesítményt. A projekt sikeréhez városunk önkormányzata is igyekszik hozzájárulni. Közreműködésükkel ugyanis a sporthoz szükséges eszközöket, mint például úszósapkát és szemüveget is kaphatnak a kicsik. Ez nagyon fontos, hiszen azok a kompetenciák, amely a kicsiknek a fejlődésében előnyösek, azokat itt rendezett és kulturált körülmények között szakemberek által biztosítani tudják. Itt belekóstolhatnak az úszás tanulásának a lehetőségébe, és ez a későbbiek folyamán véleményünk és reményeink szerint majd meghozza a kedvet ahhoz, hogy akár egy magasabb szinten, professzionálisabb szinten is foglalkozzanak ezzel a sportággal.
Hétfőtől csütörtökig, fél öttől kezdődnek a foglalkozások, és 4-6-ig tartanak majd. Két edző treníroz egy csoportot. Egyszerre 10-12 gyerek úszásoktatása történhet egy időben, de ez az összlétszám tekintetében még változhat. Az első 2-3 foglalkozás a vízhez szoktatásról fog szólni. Elsősorban a vízhez szoktatásról, az alapmozdulatok elsajátításáról, de esetleg akár a úszás megtanulásáról is szólhat. Mindenki, ugye nyilván ez egyénfüggő, mindenki meddig tud eljutni a foglalkozás keretein. Legfontosabb feladat az, hogy a gyerekek ismerjék meg a közeget, magát a vizet, hiszen az előző évben egy teljes év úszásoktatás kimaradt a városban a pandémia miatt. Ezért gondoltuk azt, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, és ugye így, hogy a pályázatot megnyertük, és az önkormányzat segít ebben, így meg tudjuk valósítani ezt a remek programot. A tervek szerint szeptember 13-án hétfőn kezdődhet meg az oktatás. Még mindig lehet jelentkezni. Erre minden gyermeknek a saját óvodájában van lehetősége a tagintézmény vezetőjénél. Az apróságoknak csak fürdőruhára, papucsra és törölközőre van szükségük. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Rablás miatt folytat büntetőeljárást az Ózdi rendőrkapitányság egy helyi 24 éves férfivel szemben. A gyanúsított egy fiatal lánytól vett el erővel mobiltelefonját. Térítésmentes hasi ultrahangvizsgálatra nyílt lehetősége városunk lakóinak. A részvétel telefonos bejelentkezéshez kötött, helyszín a Lehel vezér úti házi orvosi rendelő. A héten és jövő héten is van még lehetőség jelentkezni az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolába. Az intézményben több művészeti tanszakkal is várják a fiatalokat. Ingyenes úszásoktatás indul városunkban nagycsoportos gyerekek számára. A lehetőség egy elnyert pályázatnak és városunk önkormányzatának köszönhető. Végül pár szóban a várható időjárásról. Szerdán keleten, észak-keleten alakulhat ki újabb eső, záporok, kis eséllyel zivatarok. Máshol az erősen megnövekvő gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet mindössze 17 és 22 fok között alakulhat. Hajnalban 10 fok körüli értékekre készülhetünk. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően Kaleidoszkóp című magazinunkat ajánlom figyelmükbe. A műsorban szó lesz a Szabadszombat táncegyüttes Bulgáriában szerzett élményeiről, az olvasó mellett megrendezett rózsakerti este hangulatáról és a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark nyári kertmozi sorozatáról is. Friss hírekkel szerdán is ugyanebben az időben jelentkezünk. Vigyázzanak magukra, legyen szép estéjük, viszontlátásra!